Legfőbb ügyész úr, fogadja el tőlem ezt a bohócorrot. Tavaly novemberben kapott bohócorrot Polt Péter a parlamentben Tordai Bencétől, a Párbeszéd politikusától, miután a rendőrség bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást az Orbán Viktor vejét is érintő Elios ügyben. Az ellenzék szerint az elmúlt években 100-nál is több Fideszhez köthető korrupciós ügyet tusolt el a legfőbb ügyész. Polt ezt többször cáfolta, amikor a képviselők az országgyűlésben kérdezték. Természetesen az ügyészség a törvényeknek és egyéb jogszabályoknak megfelelően működik. Minden döntéséért vállalja a felelősséget, én is vállalom. Polt Péter 1994-ben még fideszes politikus volt, de akkor képviselőjelöltként nem jutott be az országgyűlésbe. 2000 és 2006 között volt először Magyarország legfőbb ügyésze, majd 2010-ben másodszor is megválasztották, akkor már 9 évre. Polt Péter mandátuma decemberben lejár, és Áder János köztársasági elnök újra őt jelölte a posztra. A kormánypártok üdvözlik a döntést. Ezt már Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter közölte az állami hírügynökséggel. Azt mondta, Polt Péter az elmúlt években bizonyította, hogy a magyar ügyészség következetesen és kellő szigorral alkalmazza a büntetőjogot. Az MSZP szerint viszont szégyen, hogy újra őt jelölik. Orbán Viktor korrupt rendszerének sarokköve Polt Péter legfőbb ügyészi kinevezése és személye. Ezért nagyon szomorúan, de azt tudom mondani, hogy hozzá kell szokni a magyar embereknek, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig Polt Péter lesz a legfőbb ügyész. A DK szerint többször bebizonyosodott, hogy Polt csak külföldi nyomásra hajlandó a kormány körei ellen nyomozni. Minden ügyben akadályozta a nyomozást, ahol a kormányzati érintettség erősen megjelent, talán a Tiborcz ügyre, vagy a Microsoft ügyre elég utalni mind a két ügyben. Csak nagy nehezen európai nyomásra, illetve amerikai nyomásra indult vizsgálat, és ez sem vezetett sehová. Gulyás Gergely miniszter azt nyilatkozta az állami hírügynökségnek, hogy a kormánypárti frakciók támogatják Polt Péter megválasztását. Mivel a Fidesznek és a KDNP-nek kétharmados többsége van az országgyűlésben, így várhatóan továbbra is Polt marad a legfőbb ügyész.